Egy év kihagyás után tért vissza Magyarország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, a Csabai Kolbász Fesztivál, amit jubileumi 25. alkalommal rendeztek meg a megyeszékhelyen. Idén kisebb versenyekkel összekötött gasztronómiai bemutatóké volt a főszerep Békés Csabán. Hatalmas volt a nyüzsgés szombaton a 25. Csabai Kolbász Fesztiválon. A legtöbben a kolbászgyúrásra és a töltésbemutatóra voltak kíváncsiak Békés Csabán. A bemutatóval egybekötött versenyre a csapatok érdekesebbnél érdekesebb receptekkel érkeztek. Volt olyan versenyző, aki egy 50 éves, még a nagyapja által összeállított recept alapján készítette a kolbászt. 70-30%-ban kiválasztjuk a húst és a szalonnát, levágjuk apró csíkokra és mindjárt befűszerezzük. Hogy a darálásnál az már egyszeri keverés, utána még egyszer átkeverik és nem dzsodzsáljuk a húst tovább. A fűszer elkeveredjen benne rendesen, ne maradjanak benne ilyen paprikás fűszeres dolgok. Bai Balázs, Békés Csabai világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó állandó vendége a kolbászfesztiváloknak, így ezúttal is ott volt a kolbászgyúró között. Az igazi csabai kolbász készítjük alapfűszerekkel, fokhagyma, só, köménymag és édes, illetve csípős paprika. Szigorúan nem teszünk bele borsot, úgyhogy az igazi régi Békés Csabai kolbász receptjét őrizzük, és hát nyilvánvalóan a legfontosabb a jó hangulat, az pedig megvan. Most tartják a nemzetközi száraz kolbász versenyt is. Ebben a számban különleges, külföldi készítményeket és a jó csabaiakat küldték el a készítőik. A zsűrinek pedig számtalan szempontot kellett figyelembe vennie. Először is megnézzük maga a terméket, hogy hogy néz ki, akár kuláréban, akár dorkában van töltve. Megnézni ennek ugye a keménységét, majd ezután meg van vágva, és milyen a metszés lapja. Ugye jó csabai kolbásznak egyneműnek kell lenni a metszés lapjának, csillognia kell, és hát milyen a darálás után, vagy akár darabolás után, tehát a tömörítése, hogyan van a fűszerekben, megillatozzuk. A nagy gyúrás, a Csabai Fesztivál leghíresebb versenye idén elmaradt, mivel a szervezők nem szerették volna, hogy a járványhelyzetben kis helyen egyszerre 500 csapat gyúrjon. Azonban a látogatókat így sem hagyták programok nélkül. Meghívtuk az elmúlt évek legszebb csapatait, akik a legszebben öltöztek, akik legszebb asztalt alakították ki, akik nyertek az elmúlt években, és csinálunk egy bemutató gyúrást, hogy mégiscsak ennek az egésznek, ha meg akarjuk mutatni az eszenciáját, aki ide jön annak, akkor bemegy, láthatja, hogy ez ilyen szokott lenni. Vasárnap a családi programok kerülnek előtérbe, és akkor rendezik a hagyományos töltött káposzta bemutatót is. A zárónapra ingyenes a belépés, ugyanakkor védettségi igazolványt, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell felmutatni.